Az első magyarországi városi táncház évfordulóján rendezik meg országszerte, immár hagyományosan a táncház napját. A rendezvény ezúttal fontos jubileum is, hiszen pontosan 50 éve volt az a kísérleti táncház Budapesten, amely egy mozgalmat indított el. Ez a mozgalom később táncház mozgalom néven vált ismerté világszerte, majd az UNESCO 2011-ben felvette a legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterébe, mint a szellemi kulturális örökség átörökítését, sajátosan magyar modelljét. Barnának érkezett vendége. Köszönöm szépen, Redis Gábor a vendégem, Kossuth Díjas népzenész, a Dankó Rádió csatorna igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusz, jó reggelt kívánok! Én megnéztem a kalendáriumban, hogy 1972-ben, ezen a napon a Liszt Ferenc téren egy könyvklubban történt az első nyitó ilyen táncház. Miért pont egy könyvklubban? Szimpatikus én nekem. A négy együttes, amelyik összefogott, ezt tudta kibérelni, és egyébként nagyon, nekem nagyon tetszik, hogy a Liszt Ferenc térre van, tehát hogy a jelképes dolog ez. Ott volt egy kapcsolat, ez a négy együttes egyébként a Bartók volt, a Bihari, a Vasas és a Vadrózsák, és tulajdonképpen egy olyan ötlettől indult ez el, hogy azok a táncosok, akik egyébként versenyeken, néptáncfesztiválokon tulajdonképpen egymással versengenek, azok, hogy együtt táncolhassanak, és ez volt a tulajdonképpen nem is az volt a cél, hogy ez rögtön egy ilyen nyitott kapuk előtt mindenkit befogadó alkalom legyen, hanem hogy ezek az együttes tagok ott együtt táncoljanak. És hát persze ebben volt azért félelme is egy-egy csoportvezetőnek, mert mi lesz akkor, hogyha az én táncosom esetleg pont ebből a közös táncolásból egy másik együttesnek a tagja lesz később. Úgyhogy, de aztán az is fontos volt, hogy mindenképp jöjjön létre ez az alkalom, és hogy élő zenével jöjjön létre, és ezt a zenét akkor csak a Sebő együttes tudta, Halmos Béla Sebő Ferenc által alakított, ugye Sebő együttes tudta játszani, és aztán nagyon komoly, hogy is mondjam, szakmai előkészületek is folytak, tehát hogy megy ott majd a tanítás, hogy megy a tanulás, legyen egy új táncanyag, amit kevéssé ismernek, és Tímár Sándor volt az, aki nagyon fölkészült, ő korábban is járt Széken. Székről annyit kell tudni, hogy ott megmaradt, mintha megállt volna az idő. Egy ilyen csodálatos kultúra érintetlenül maradt fönt, és ott már egy évszázaddal előbb is elindult ez a mozgalom, hogy a fiatalok kibérelnek egy csűrt, megfogadják a zenekart, úgynevezett petróleum pénzt szednek, ez a bérleti díjra és a zenészek gázsiára van, és akkor ott egy táncmulatság van, hogy a fiatalok megismerjék, hogy már szórakozzanak, és hát igen, ez egy falucska, persze ott mindenki, amikor én is ott jártam, akkor mindenki népviseletbe járt, tehát még az apró kicsi gyerek is, egy kis kék mellény szalmakalap, és ott futkostak, tehát egy ilyen nagyon különleges, érintetlen volt a kultúra, és ugye Martin György is rögtön a kezdeményezés mellé állt, ugye hát a legnagyobb néptánckutatónk, fantasztikus, hogy is mondjam, csak kutatási eredmények fűződnek a nevéhez, és a széki táncban találta meg azt, hogy az izgalmas, újszerű, más, amit az akkori táncegyüttesek táncoltak, a zenéje nagyon-nagyon különleges, Lajta László talált rá egyébként a széki muzsikára, Sebőjék megtanulták, legyen akkor a széki, ott kialakult a táncrend is, megvan a táncoknak a formája, páros tánc van, ami a fiatalokat nyilván vonza, tehát egy nagyszerű kísérlet volt, de hozzá kell tenni, hogy ez még tulajdonképpen zárt ajtók között zajlott, tehát tulajdonképpen az együttes tagok vettek ebben részt, nagyon jó hangulatú dolog volt, én ezen még nem voltam ott egyébként, mert ez 72-ben volt. Jösti, meg két évvel és mi két évvel később alakultunk meg, a Vujčić együttes akkor jött létre, de tulajdonképpen ennek a napnak köszönhetjük a születésünket, tehát úgy szoktam mindig mondani, kicsit nosztalgikus, hogy a Bi is a táncház gyermekei vagyunk. Egyébként olyan érzés van az embernek, hogy kevés olyan művészeti ág van, mint például a táncház, ha már szabad így neveznem, ahol a művészet, a zene, a mozgás és egy közösségi tér is, mintha együtt lenne a kettő, egy közösség formáló, közösség alkotó.
műfaj ez? Ez benne volt ebbe. Ugye, amikor ez az első alkalom megvolt, akkor nagy volt az érdeklődés. És a, úgymond, úgynevezett kívülállók részről is nagy volt az érdeklődés. És akkor aztán, amikor a Kassák klubba került az a tánc, az, amit teljesen nyitott kapukat várta a budapesti fiatalokat, mi, hogy úgy mondjam, be is özönlöttünk. Ő ugye két évvel később mi pedig a közgazdasági egyetemnek a klubjába játszottunk, a Kinizsi utcai klubjába, és ez azért nagyon fontos dátum, és fontos kihangsúlyozni, hogy egyrészt a tudomány szerepe milyen fontos volt abban, hogy ezek a mi fiatalok azért nem csak, hogy is mondjam, csak úgy szórakozásnak tekintettük ezt, hanem volt egy szakmai alapja is, hanem hogy rögtön a nemzetiségi táncanyag is, hogy is mondjam, meg tudott jelenni. Az, hogy közösségé vált, azt nagyon szépen mutatta azt, hogy rögtön befogadó volt. Egy kicsikét, hogy is mondjam, csak a táncházas fiatalról lehetett is tudni egy idő után, hogy ő táncházas. Tehát picit mondjuk szütyő volt az oldalán, picikét másképp öltözött, a haja be volt fonva adott esetben a lányoknak. Tehát valóban, és talán volt is benne egy pici opozíció, hogy az, amit az akkori társadalom, hogy úgy mondjam, kínál a fiataloknak szórakozási formaként, azt nem. Mi élőzenére, közelségben, a partnerrel, az, hogy páros tánc, annak is nagy jelentősége volt. Emellett döntöttünk, és hát az, hogy ez 50 év után itt ünnepelni tudunk, azt senki nem gondolta az első években. Van a táncház napja, és nagyon sok program is lesz a Zeneakadémia előtt is, de nektek volt tegnap egy koncertetek a Zeneakadémián, nem? Hát az egész táncház napja alkalmából pont a napján, mondjuk fél órával később kezdődött, mint az első táncház, mert az 7 órakor kezdődött, ez pedig 7:30-kor, de ez is egy nagyon fontos helyszín volt. Egy pár évvel ezelőtt előadást tartottunk a táncház kapcsán, és az én előadásom címe az volt, hogy a táncház 35 éves útja a Liszt Ferenc tér 1-ből a Liszt Ferenc tér 8-ba. És ez valóban egy ilyen érdekes felismerés volt számomra, hogy az, hogy a muzsika szentélye Kodály Bartók országában befogadja, tehát a nagy hír intézmény ajta is kinyíljon a népzene és előtt, és persze a népzenészek ott néptáncot is tanulnak, ehhez kellett akkor 35 év, és ez egy olyan fantasztikus, hogy is mondjam, egyedi dolog, nem csak, hogy az UNESCO elismerés nagy dolog ennek a mozgalomnak, én úgy szoktam egyébként mondani, hogy táncház és népzenei mozgalom, mert a zenekaroknak nagyon nagy jelentősége volt ebben. Tehát az, hogy mindig élő zenére táncoltak, ez fontos volt, hogy ez megtörténhetett, hogy a muzsika szentélyébe is a népzene gyakorlati része, tehát hogy nem csak kutatjuk a zenét, nem csak tudósként viszonyulunk hozzá, hanem hogy én meg akarom azt tanulni, magát a praxist, és ezt nem is gondoltuk, hogy ez lehetséges, és még a nagy kutatók se tudták. És egyszer csak az volt a tapasztalat, hogy mint ahogy az anyanyelvünket egy olyan szinten tudjuk a gondolataink kifejezésre használni, mint semmilyen más nyelvet, tulajdonképpen létezik egy ilyen táncos és népdalban, népzenében meg lévő anyanyelvünk, amit ha megtanulunk, városi gyermekként is az önkifejezés eszköze tud lenni. Tehát ebbe a közösség, az önkifejezés, az identitás, a másik kultúrájára való nyitottság, egy kiérlelt művészeti nyelvnek a demokratikus használata, tehát hogy nekem nem kell táncművésznek lennem, nem ahhoz, hogy egy gyönyörű szórakozási formában ezen a művészeti nyelven megnyilvánuljak, ehhez a népművészet a legjobb eszköz. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.